A mai témánk Tolnai Ottó prózája, amely a negyedikes tananyag részét képezi. Ismerkedjünk meg a szerző pályaképével. Tolnai Ottó magyar kanizsán született 1940-ben. Költő, próza és drámaíró, szerkesztő és műfordító is. Az általános iskolát a szülőhelyén fejezte be, majd a zentai gimnáziumban folytatta a tanulmányait. Ezek után Újvidékre került a magyar nyelv és irodalom tanszékre, valamint a Zágrábi Egyetemen folytatott filozófiai tanulmányokat. Az első publikációja már nagyon fiatalon, mindössze 16 évesen, 1956-ban megjelent, és ebben az időszakban még a rövid történetek felé fordult. A saját bevallása szerint, amelyet az Ifjúság című lapnak 1957-ben tett, az első műve, vagyis a Kavics című rövid történet a következő képpen született meg. Most léptem a 17. életévenbe, és a zentai gimnázium 6. osztályának vagyok a tanulója. Irodalommal 3 éve foglalkozom. Ennek megszeretésében és felismerésében sokat köszönhetek Koncz Istvánnak és irodalomtanáromnak, Dancsó Jenőnek. Prózát írok, de inkább a vers és a próza közötti műfajban érzem otthon magam. Feltétlenül a modern irodalomnak vagyok a híve a szó nemes értelmében. Igaz, témáim eddig kissé elvonatkoztatottak, de a mesterségbeli tudás és a stílus alapjának elsajátítása után elsősorban mai és vajdasági témákat, problémákat akarok feldolgozni modern, szabad eszközökkel. Megfigyelhetjük tehát, hogy már nagyon fiatalon, nagyon kiforrott elképzelése volt arról, hogy az ő írásmódja milyen is lesz majdan, hogy milyen témákat és milyen formákat szeretne a későbbiekben is művelni. 1960-tól kezd el versekkel is jelentkezni, viszont mindvégig megmarad az írásmódjában, a költészetében, az irodalmában egyfajta átmenetiség a műfajok és műnemek között. Tolnai pályája a 60-as évek közepén indul, egy nagyon kedvező pillanatban, amikor Északbácskában, sőt mondhatjuk, hogy egész Vajdaságban egy nagyon termékeny és jelentőségteljes, reményteljes időszak uralkodott, ahol a délszláv, a nyugat-európai és a magyar irodalmi, filozófiai hagyományok, kísérletezések teret tudtak nyerni maguknak. Az egyetemi éveit Újvidéken töltötte, mint már mondottuk, így az Új Szimpózión köréhez tartozott ő is, amelynek szerkesztője, főszerkesztője is volt. Emellett az Újvidéki Rádió művelődési műsorait is szerkesztette, és képzőművészeti kritikusként is dolgozott. 1990-ben egy rangos posztra került, ő volt ugyanis a Jugoszláv Írószövetség elnöke. 1992-től szerkesztette az immár Veszprémben megjelenő Ex-Szimpózion című folyóiratot, és munkásságát számos elismeréssel, díjjal jutalmazták, ezek közül most egyet fogunk említeni, a 2007-ben elnyert Kossuth díjat. Tolnai Ottó legtermékenyebb és legsokoldalúbb alkotóink egyike, írja róla Bori Imre, a neves irodalomtudós. Rilkétől a beat irodalomig, a képcsodától a dadaizmusra emlékeztető montázsig és kollázsig haladva, szüntelen metamorfózisokban élve, a verstől az esszéig, a kísérleti regénytől a drámáig rendre kipróbálta az irodalom műfajait. Irodalmunk kísérletezője és világunk egyes vonásainak új szenzibilitású ábrázolója, akitől az ízlés provokációjának a gondolata sem idegen. Láthatjuk tehát, hogy újdonságokat hoz a vajdasági magyar irodalom színterére, ez pedig tulajdonképpen már a neo-avantgárddal fog összefüggni. Ugye a neo-avantgárd részben az avantgárd irányzat fölélesztése, másrészt pedig válaszkísérlet is
a 20. század második felének a kihívásaira. A világirodalomban az 1950-es évek közepétől az 1970-es évek közepéig érezteti a hatását, és három árnyalatát, három irányzatát tudjuk elkülöníteni. A kiáltástípusút, amely anarchista jellegű, és ugye a fogyasztói társadalom bírálata tulajdonképpen. A második irányzata a jeltípusú, ahol inkább a strukturalizmus lesz a jelentős, és végezetül a harmadik, a groteszk, abszurd, misztikusba hajló neo-avantgárd stílus lesz. Amint a címből is láthattuk, ma Tolnai Ottó prózájával fogunk foglalkozni. Ezek közül érdemes a kisregényeket, a hippi novellákat, úti rajzokat kiemelni. Az egyik legjelentősebb az 1969-ben megjelent Rovarház című kísérleti regénye, vagy említhetjük még az 1972-es Gogol halála című próza kötetet. De hogy az újabb művekről is beszéljünk, a Költő disznózsírból, az Ó mama egy rotterdami gangsterfilmben, a Grenadier Mars, a Világító torony eladó, vagy a Tengeri kagyló is fontos mérföldköve az életműnek. Ha általánosságban szeretnénk beszélni Tolnai prózájáról, akkor nehéz fába vágjuk a fejszénket, ugyanis egy nagyon nehezen dekódolható, műfajilag nagyon nehezen behatárolható, rizomatikusan széttartó szövegvilágról van itt most szó. Az illusztráció közé be is emeltem egy kicsit emlékeztetőül a rizomákról egy képet, hogy lássuk is, hogy mennyire összetett és mennyire összefonódó ez a Tolnai féle próza. Ugye vannak főszálak, vannak mellékszálak, amelyek szinte kibogozhatatlan hálózatot alkotnak, és ugyanúgy, ahogy a növényeknél nem választhatjuk szét ezeket a szálakat sérülés nélkül, ugyanígy Tolnai prózájában sem érdemes apróra boncolgatni ezeket a dolgokat, mert azzal csak sérül a szöveg. Saját magánmitológiát alakít ki Tolnai Ottó, ebben nagyon fontos szerepet játszanak azok a helyek, amelyek az életrajzából is már ismerősek számunkra. Ugye Magyar Kanizsa, a szülővárosa, Palics, ahol mai napig él, valamint az Adriai tenger jelentős motívumként bukkan fel a szövegeiben, bár ez igazából az egész szimpóziumkör, illetve az egész generáció számára ugye magát a szabadságot is megtestesítő jelképpé válik. Emellett ugye a kötetlen formák szeretete sugárzik a metaforák, a jelképek között, például a karfiolból, de az egzotikum iránti szeretet, vágyódás is megjelenik a flamingó formájában. A Tolnai műfaj sikamlós, megfoghatatlan, öntörvényű, maga a fajsúlyos műfajtalanság, mondják róla egy helyütt. A prózájára jellemzőek a barokkosan szerteágazó, önmagukhoz azért visszatérő körmondatok, és általában nagyon nehéz meghatározni a szövegben azt, hogy ki beszél, mert mindig átsüti a szöveget tulajdonképpen az önreflexió, tehát a szerző személyisége mindig-mindig ott marad velünk a történetek mélyén. Anekdotákat mesél, nagyon jelentős tárgyi világra utal a szövegeiben, ismerőseit, legendás alakokat hív elő, ezeket mind-mind az emlékezet segítségével teszi meg. Képzőművészeti és irodalmi eszményeiről is információkat szerezhetünk a szövegben, de a leginkább mégis az Adria lesz az, ami majd a szövegeit duzzasztja, amikor erről ír, erről beszél, akkor szinte megállíthatatlanul áradnak a szövegek. Könnyedén rátalál azokra a figurákra, akik a szövegeiben szereplőként bukkannak fel, hiszen a környezetéből megtalálja a Hübele Balázsokat, a falusi tűzoltókat, piktorokat és azoknak modelljeit, falubolondját és hasonló
alakokat. A Költő disznózsírból című regény, amint az alcímből is látszik, egy rádióinterjú regénye. Ez is egy összetett és igen izgalmas műfaji megjelölés, hiszen egy valóban elkészült, igen hosszú rádióinterjú anyagát dolgozza át igazából regény formába Tolnai. A kérdező nem más, mint a híres magyar költő Parti Nagy Lajos, aki 6 napos életinterjút készített Tolnaival 1998-ban. Ennek az anyagát dolgozza át erősen önreflexív módon, és készít egy tulajdonképpen öninterjút, egy szinte már monológot Tolnai. Ez az interjú folyam az író művészetének a középpontjába kalauzol bennünket, nem mentes az öniróniától, és a nyelv korlátairól beszél benne, különféle szerepjátékokat játszik, az egyetemességre törő Szenteleki Kornél nyomdokain tovább lépő kolorlokál jelenik meg benne. Tehát egy nagyon-nagyon komplex szöveg folyamról beszélhetünk, ha fogalmazhatok így. Ez így, ahogy van, önálló műfaj. Ez a mat már-már motyogó, de élesen pontosan fogalmazó és föltartózhatatlan Tolnai hang fogalmazza meg a regény fülszövegében tulajdonképpen egy mondatban a lényeget Eszterházy Péter. És hogy lássuk, hogy miről is beszéltünk eddig, egy részletet hoztam számotokra ebből a regényből. Kérlek benneteket, hogy próbáljátok megfigyelni azokat a motívumokat és azokat a jellegzetességeket, amikről eddig beszéltünk. Látod, gyűjtöm a tengeri kagylókkal bevont dobozokat, vásári tengerparti emléktárgyakat is, Fiume Velence Abbázia felirattal. Ez a libaszárny éppen nemrég került lebbent a verseimbe, úgynevezett költészetembe, ugyanis valamelyik nap, amikor kiléptem a konyhajtón, elrepült a fejem felett egy csapat hattyú. Egész közel voltak, azt hittem, hogy helikopter. Még sohasem éreztem közelről ilyen intenzitást, ilyen különös zajt, soha nem repült ilyen súlyú madárhat közel a fejem fölött. Nem szoktam volt meg a hattyúk közelségét. Szinte megijedtem. Lebuktam, és amikor fölnéztem, megdöbbenve láttam hattyúk. Hirtelen az jutott eszembe, hogy milyen zúgása lehet akkor az angyaloknak. Lehetséges, hogy még ennél is intenzívebb. A helikopter zúgásról nekem mindig Francis Ford Coppola Apokalipszis Most című filmje idéződik fel, de pozitív értelemben. De más miatt is megrettentem ott a küszöbön, azt gondoltam, elérkezett hattyúdalom ideje, halódom tehát. Édesanyám jutott eszembe, akinek szintén volt ilyen libaszárnya, amivel főleg a kályhacsöveket kotorta. Nekem, tudod, különösen fontos tárgyam, metaforám a ráncos könyökcső. A végeladásban például tangó harmonikává tűnik. Versemben, hattyúdalomban különös mód csontfűrésszel fűrészeli anyám a libaszárnyat, jól lehet a liba él, és azt sem tudni, hogy hattyú-e vagy liba, és közben énekel. Mert halála előtt ugye énekel. Az egyik legfontosabb metaforámat kaptam orosz származású takarítónőmtől. Különben is sok izgalmas probléma van vele kapcsolatban. Legutóbb arra gyanakodtam, hogy elvitte az egyik titószobromat, de még nem mertem megkérdezni tőle, hogy hová lett. Titó. Két titószobrom volt, Rohadt márvány, Jugoplasztika című könyvemben írtam is róluk. És most vettem észre, hogy az egyik eltűnt. Valaki eldobta egyik titószobromat. Hogyha figyeltetek, akkor a tengerre utaló képeket, ugye a kagylókkal bevont dobozokat láthattuk, azután az önreflexitás, ugye amikor azt mondja, hogy nekem tudott különösen fontos tárgyam, metaforám a ráncos könyökcső, a saját költészetére utal, az önirónia, amikor azt mondja, hogy a verseimben úgynevezett költészetemben fontos ez. Tehát nagyon-nagyon sok olyan elem látható ebben a szövegrészletben, amiről eddig beszéltünk. És még egy dolgot megfigyelhettetek, az pedig az, hogy nagyon nehéz egy témát meghatározni. Nagyon csapongó az elbeszélő kedve Tolnainak. Tehát amiről már itt az előtt említést tettünk, ez a szövegduzzadás, ez itt is megvalósult.
Ha tovább megyünk, akkor a következő, amit említettünk az előbbi összefoglalóban is, a Grenadírmars című kötet, amely tulajdonképpen kis prózai alkotásokat tartalmaz. Szövegei a kötetül választott címnek megfelelően, amely meg annyi kockatésztából áll össze a konyhaművészetben Grenadírmarsként ismert egységes masszává, több motivikus szálból szövődnek, olyasféle képlékeny költészetet alkotva, mely minden részbe beszivárog, váratlanabbnál váratlanabb dolgokkal érintkezik, különös, bonyolult, mint bonyolultabb viszonyokat eredményez, hogy aztán éppen ezekből a résekből, váratlan dolgokból, bonyolult viszonyokból táplálkozzon, éljen. A kötet anyaga igen vegyes, vannak hosszabb és rövidebb írások benne, pillanatképek, egész hosszú elbeszélések, saját hangon előadott és másoktól kölcsönzött szövegek, a vers felé hajló vagy az esszé felé közelítő prózai alkotások, akár álomképek, úti beszámolók, művészportrék. Tehát összességében azt mondhatjuk rá, hogy kis prózák, habár ez nem műfaj név, tehát ezzel is érezhetjük azt, hogy milyen nehéz műfajilag bekategorizálni ezeket a szövegeket. Önreflexív és önreferenciális, tehát mindig az én hangja hallatszik ki a történetekből. Akármilyen módon is próbálja eltávolítani magától az író a szövegeket, mindig visszaköszön a sajátos látásmód és elbeszélés. Tehát az elbeszélő és a szerző nézőpontja általában alig különbözik a műveiben. A nyelvvel való látás poétikáját tudjuk felfedezni itt, amelynek a centruma a leírás, ezen belül pedig az úgynevezett csipkézés és fodrozás, amely a díszítés célját szolgálja Tolnainál. Nem használ díszítőjelzőket, viszont a tárgyi világ az annyira gazdag, hogy hozzáad valamit a szöveghez, mindig kiszínezi azt, valamilyen részletre, apróságra így fel tudja hívni a figyelmünket. A történetek általában nyitott szerkezetűek, gyakran úgy tűnik, mintha egy filmes vágással fejezné be a történeteket, tulajdonképpen el is marad a befejezés, nem kapjuk meg a szöveg által ígért kimenetet, és egyik történetből lépünk át a másikba. Ettől válik élő beszédszerűvé a kötet, de maguk a szövegek is a nyelvi megszerkesztettségüket tekintve élő beszédszerűek. A lényeg a mesélésen van. Nem a beszélő, nem az elbeszélő személye a fontos, tehát őket nem is tudjuk azonosítani, csupán a mesélés aktusa lesz a fontos az elbeszélő számára. És ami már egy kicsit a posztmodern felé mutat, az pedig nem más, mint a vendégszövegek, amelyek tipográfiailag élesen elkülönülnek a szövegtesttől, tehát bátran alkalmaz akár talált szövegként vendégszövegeket a műveiben. Egy kicsit idézzünk ebből a kötetből is. A címadó novellát fogjuk elolvasni. Gondoltam, megvárjuk, amíg betakarítják a cukorrépát. Persze, mondta a másik, aki arról mesélt, már ki tudja hányadszor, mind durvábban nyomva az arcát a hideg rácsra, hogyha szabadul, gázt szereltet az autójába. Gondolta, megvárjuk. De ő nem tudott várni, szegény. Minden nap felsúrolta a padlót, és a répások nagy sáros bakancsaikkal továbbra is csak bebeszaladtak. A mostohája ugyanis a belső szobában pálinkát mért. Ő csak egyre súrolta a padlót. Olykor kisétáltam a határba, szemrevételezni a hatalmas, sáros répahegyeket. Majd új kaparóvasat vertem közvetlen a küszöb mellé, a tégla közé, mert a régi valójában már teljesen elkopott. De hiába. Legtöbbjük nem volt hajlandó kaparóval bajlódni, igaz, a sár olyan volt, mint a szurok. Lehetetlen is lett volna lekaparni a szöges bakancsok talpáról. Nem volt más hátra, előkerestem öregapám vadászpuskáját. Szépen kipucoltam, átolajoztam. A répások közben átlaholtak a konyhán. Ő meg egyre csak súrolta a padlót.
A zsírszóda mind szétette szép ujjait. Színes hüvelyeket töltöttem, lefolytottam a puskaport, az olaszok jócskán hagytak apró sörétet, amikor a napraforgó táblákon lőtték a gerléket. Pedig hát volt ott farkasra, medvére való sörét is. Nagyapám ugyanis egyszer vadászott farkasra Romániában, egyszer meg medvére Boszniában. Tölthettem volna tehát a hüvelybe farkasra, medvére való sörétet is. Közben kész lett az ebéd, mert még arra is futotta az idejéből. Tejfölös krumplileves, grenadírmars. Az egyik répás meg is jegyezte, az én asszonyom, hogy a fene enné meg a zsírját, sose csinál nekem grenadírmarsot. Aztán ebéd után ittam egy pohár sört. Majd leakasztottam a fogasról a puskát. És egyszerre lőttem szemközt a sáros bakancsokkal becsörtetű három répást. Felugrottak, mint a nyulak. Majd a padlóra vágódtak. A tisztára súrolt padlóra, amely immár nem csak sáros lett, hanem véres is. Ha szabadulok, még 3 éven van. Azt mondta a bíró, ha nagyobb söréttel találom tölteni a hüvelyeket, életfogytiglant is kaphattam volna. Mondtam is már az asszonynak, tejfölös krumpli levessel várjon, grenadírmarssal. Ugye a szövegben nem tudjuk megállapítani, hogy ki az egyes szám első személyű elbeszélő, és nem tudjuk azt sem, hogy ki a hallgatóság. A szövegben annyi információ van számunkra, hogy ugye egy börtöncella fogja az elbeszélőnk, aki ugye gyilkossági kísérletért van a börtönben, és őt a társai hallgatják. A történet nagyjából a kötet közepén kap helyt, és igazából nem kötődik az előtte vagy utána álló szövegekhez szervesen, tehát nem egy regényszerű folyamat alakul ki, viszont az élettörténetek, a témák alapján mégis egy egységes egészé áll össze ez a kötet. Az utolsó kötet, amivel foglalkozni fogunk, a világító torony eladó úgynevezett festett víz prózáról lesz most szó, amely egyes szám első személyű elbeszélést alkalmaz, szintén a szóbeli elbeszélésmód stílusához közelít, barokkos körmondatokból épül fel ez a mű is. Az önmagával szemben egy cinizmust figyelhetjük meg, az utazás toposza válik itt is lényegessé. Az azúr, mint metafora és mint jelkép sokszor felbukkan a szövegben. A nosztalgikus leírások, a tenger láttán felidéződő Tisza emlékek lesznek jellegzetesek, és ugye a tenger az élet dinamizmusára világít rá a szövegben. Anekdotázik Tolnai ebben a kötetében, önéletrajzi jellegűek a szövegek, játékot űz tehát a szerző a fikció és az önéletrajz műfajával. A történet alapvetően abból bontakozik ki, hogy egy filmforgatás miatt kerül újra az Adria partjára, azonban nem tudhatjuk, hogy mikor önéletrajzi a szöveg és mikor fikciós, hiszen alter egókat alkalmaz a szövegben, 3 Ottó is felmerül, felbukkan a szövegben, és így az azonosság is elveszik, nem tudjuk, hogy mikor, kiről van tulajdonképpen szó. Valójában az ifjúkori reményeket idézi fel, az Adria, a Jugoszlávia iránti tulajdonképpen vágyódás, a szabadság, az idegenben érzett otthonosság érzése érhető tetten a szövegben. Lamentáció ez a tengerért, vagyis egyfajta siránkozás, egyfajta visszaperlés, és a tengernél való otthonosság beszéde, a történet általi visszasajátítás valósul itt meg. Ebből is egy kicsiny részletet hoztam a számotokra.
Ha az úszásról írt legszebb szöveget, Valéri mediterrán inspirációját nézem, ez, mármint az éjszakai fürdés, az éjszakai úszás valami egészen más. A fürdés, az úszás egy mélyebb, magasabb foka. Nem is hallá leszel, valami más vízi lényé. Bőröd is levetett közben, mert még az is zavar a teljes egyesülésben. A meztelenség egy addig általam még meg nem tapasztalt állapotáról van szó. Jól lehet, ruhád az egész tenger, minden eddigi ruhádnál, az úrkék paplanodnál melegebb, illetve éppen, hogy üdébb, ugyanis valami még meg nem tapasztalt szeméremérzet is erőt vesz az emberen, hiszen életében még sosem volt ennyire meztelen, noha, mint mondottam, nem csak a tenger súlyos tömege az ugyanolyan mély és súlyos égbolt is takarja, hiszen az is a vízen, a vízben van, illetve a tenger is fönn a bolton. Láthatjuk, hogy egy nagyon hosszú, nagyon összetett mondatról, amint már említettük, barokkos körmondatról van szó, és ugye az egyén fizikai határainak a kiszélesítése, a tengerrel való egybeolvadás valósul meg ebben a szövegben is. Köszönöm szépen a figyelmet!